A szakmát már előtte gyakoroltam, mint kitűnő címfestő különböző munkahelyeken. Az anyagismereten rég túl van. Festettő már hatalmas repülőre és szomorú koporsóra, muzsikáló hangszerládára, autóra, cégtáblára, fűre, fára, üvegre, vászorra és papírra. Szóval elképedve látjuk a festői bravúrokat itt a falakon, a festett képek végtelen variációit a munkák során, lányok, virágok, arcok és szirmok sorozatát, mint ama varázslatos perzsaszőnyegek finom különbségeit, amikor a 77. kis virág eldugott bimbóit is megfesti a festő, bemutatja több nézőpontból és színvariációban. A szép kép, ez Árpi ideálja, ezt a szivárványos szárnyú tündért kergeti az ősz mesterim már a névtizedek óta, van olyan kolléga, aki szerint ez már anakronizmus. Vagyis manapság nem divatos irányzat. De könyörgöm, nem festhet mindenki lila háromszögeket, mert most ez a trend. Árpád most biztosan nem, és talán később sem.